Mivel van itthon jó pár, ezért úgy gondoltam, hogy használjuk fel őket és nézzünk meg különböző verzióit a szefernek vagy az írásoknak, hogy megtudjuk, hogy mi az, amit mondanak a névről, illetve a név jelentőségéről. Az első, amivel kezdeni fogjuk, az az új amerikai standard verzió, ami NASB névre hallgat, New American Standard Bible. Ebben a verzióban egyébként több mint 30 ezer kereszthivatkozás található, remekül olvasható, viszonylag egyszerű a nyelvezete, de mégis nagyszerű a hangzása. Én egyébként nagy örömmel vettem tudomásul azt a tényt, hogy ez más, mint a King James verzió, más a hangzása, és sokkal élvezhetőbb volt azután. Az új amerikai standard verzió egyébként az Ondervan kiadó terméke, ami ezen kívül rengeteg más a teremtő szavával kapcsolatos kiadványt tudhat magáénak. Az is rendkívül hasznos, hogy elárulják nekünk azokat az irányelveket, melyeket a fordítás során használtak. Az egyik ezek közül egyébként a modern angol nyelvezetnek a használata. Az nem titok, hogy a szerzők, illetve a fordítók célja az volt, hogy a nyelvtant, illetve a terminológiát azt egy modern angol nyelvre át tudják ültetni, és amikor nem volt lehetséges az, hogy szó szerint fordítsák le a mondani valóját az írásoknak, akkor találtak egy megfelelő, modernebb idiómát vagy kifejezést. Ilyenkor ezt feltüntették a jegyzetek között, és ott megadták a szó szerinti fordítást is azok számára, akiket ez érdekel. Azok számára, akik azt gondolják, hogy az a Károli verzió, amit ők olvasnak, az kell, hogy legyen a standard a Biblia fordításban. Elárulom azt, ahogyan ők is itt, hogy a mondatok tagolása, úgy, mint az írásjelek, de akár a kis és nagybetű, az egy relatíve modern rendszer, illetve szokás. A múltban ezt különböző kötőszavakkal oldották meg, különösen éssel, ami annyiszor szerepelt, hogy megpróbálták leredukálni ezeknek a mennyiségét, illetve hát ennek a szónak a mennyiségét. Ahogyan azt korábban említettem, már a jegyzetek között különböző alternatív olvasatokat és jelentéseket is megtalálhatunk, valamint alternatív kéziratoknak a gyűjteményét felhasználták a szövegek elemzéséhez, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb jelentést tudják visszaadni. Ezek között szerepel egyébként a holttengeri tekercsek, szóval azok, akik azt mondják, hogy csak a mazoretikus írásokat lehet felhasználni, és csak olyan verziók léteznek, itt van egy alternatíva többek között. De a lényeg igazából most következik, amikor arról beszélnek, hogy Isten rendes neve az Ószövetségben. Elolvasom, hogy mi az, amit ők írnak erről. Megpróbálom lassan, hogy mindenki felfogja, akinek ez még nem esett le eddig, hogy a teremtő nevének van jelentősége. Ez az, amit a új amerikai standard biblia fordítók írnak Elohim vagy Yahuwah nevéről. Azt mondják, hogy a Szeferimben vagy az írásokban Elohim neve, vagyis ők ugye azt a szót használják, hogy Isten neve a legnagyobb jelentőséggel bír, és ez teljes mértékben érthető. Világos, amiről szó van, azok az emberek, akik kihagyják aztán 7000-szer a fordításból Yahuwah nevét, míg ők is elismerik, hogy ez a név az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró szó ebben az egész műben, és ez teljes mértékben érthető. De folytatom tovább, amit ők írnak, és arra kérek mindenkit, hogy próbálja meg megérteni, hogy mi az, amiről beszélnek. Azt mondják, hogy elképzelhetetlen spirituális dolgokra gondolni anélkül, hogy tudnánk a legfelsőbb Elohim vagy Istenség helyes megnevezését. Elképzelhetetlen a spirituális dolgokkal úgy foglalkozni, hogy a legfelsőbb Istenségnek a nevét tudnánk. Ez az, amit ők mondanak itt. Azért húztam alá sárgába, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Hogy mondhatnak ilyen logikátlanságot, azután nem tudom, de a lényeg az, hogy kimondják. Azt írják, hogy ezért ennek az istenségnek pedig a leggyakoribb neve Isten, ami nem más, mint az eredeti Elohim angol vagy magyar megfelelője. Ugye az angol a God, magyar pedig az Isten. De az eredeti szó itt van Elohim. Úgyhogy tessék,
Tudjuk, hogy mik az eredeti elnevezések, itt vannak leírva számunkra. Ha ez a legfontosabb dolog, akkor hogyan használhatnánk akármiféle szavakat, amiket mi szeretnénk? Nézzük, hogyan folytatják. Azt mondják, hogy az egyik címe vagy titulusa Elohimnek vagy Istennek az Úr. Szóval ez nem a neve, ide van írva az egyik címe vagy megszólítási formája, titulusa Elohimnek az Úr. Vagy Adon, vagy Adonai, ugye, mint urunk. A héberben Adonai. Tessék, az Úr az nem lehet a neve, ide van írva, hogy ez az egyik címe vagy megszólítási formája. Mutatok erre egy példát, ez Zsoltárok 8. fejezet, 10. vers. A mi Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön? Ez egyik sem az ő neve. Hogy lehetséges az? Úgy, hogy az eredetiben Adon van, Adonai, mi Urunk, és az Isten helyén pedig a tetragrammaton Yahuwa áll. Úgyhogy még abban sem következetesek, hogy melyik szót minek fordítják. Tehát ha valaki azt mondja nekem, hogy ez vagy az vagy amaz a verzió a standard, és ahhoz kell ragaszkodnunk, mert az az igazság, akkor én azt mondom, hogy nézze meg, hogy ezeket a dolgokat hogy fordították, és utána gondolkodjon el azon, hogy hogyan lehetséges mindez. De ha valaki nem hajlandó ezt megérteni, semmi probléma. Nézzük meg, hogy Zsoltárok 9. fejezet, 10. vers mit ír. És lesz Yahuwa, nyomorultak kővára, kővára szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Yahuwa, akik keresnek téged. Akkor ezek szerint ismerni kell az ő nevét, és nem hagyja el azokat, akik keresik őt, hiszen azok meg fogják tudni, hogy ez a sok uram, meg Istenem, meg az öreg Isten, meg a magyarok Istene, ezek mind-mind az embereknek a kitalációi. Nézzük, mi az, amit Dávid ír a 8. Zsoltárban, a 2. versben. Adonai Yahuwa. Ezúttal az Urunk lesz a tetragrammaton, és az Isten az Adon. Hol így, hol úgy fordítják a legnagyszerűbb fordításban, ugye, ami a Károli, amit mindenki használ. Arról beszél, hogy Adonai Yahuwa, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted a te dicsőségedet. Halleluja! Azért, mert aki keresi, annak meg fogja mutatni az igazságot, és aztán mindenki eldöntheti, hogy hajlandó-e járni abban az igazságban, vagy tovább folytatja a tradícióknak a követését. Nézzük, hogy mi az, amit olvashatunk ez Divri Hayemim 16. fejezetben, a 2. verstől. Ez az, amikor a Fridláda megérkezik vissza Jeruzsálembe, és Dávid elvégezte az égő áldozatot, a hála áldozatot, és Yahuwa nevében megáldotta a népet. Akkor hogy lehet az, hogy nekünk nem kell tudni a nevet, mikor ők itt egymást ebben a névben áldották meg? És rendele Yahuwa ládája elé a léviták közül szolgákat, akik hirdessék, tiszteljék és dicsérjék Yahuwát, Izrael Elohimét. Hogy lehet hirdetni, tisztelni vagy dicsérni, hogyha nem fontos a név? De nézzük a 8. versben, mi az, amit ír. Ez Dávid énekli ezeket Yahuwának. Dicsérjétek Yahuwát! Hívjátok segítségül az ő nevét! Hirdessétek minden népek között az ő nagy dolgait. Hogyan lehet segítségül hívni az ő nevét, ha nem kell tudnunk a nevünket? Vagy ez a hírneve, hívjátok segítségül az ő hírnevét, vagy az ő személyiségét? Egyértelműen arra gondol, hogy hívjátok segítségül őt az ő nevén keresztül. Az előbb is azt mondta, hogy úgy áldotta meg az embereket, most is arról beszél, hogy hívjátok segítségül az ő nevét. Sőt, hirdessétek az ő nagy dolgait. Nem tudod hirdetni, ha nem tudod a nevét. Mindig el kell mondanom, hogy az öreg Isten az, vagy a jó Isten, vagy a magyarok Istene, vagy kicsoda. Nézzük, mi az, amit mond, és folytatja, énekeljetek neki, mondjatok dicséretet neki, beszéljetek minden csodálatos dolgairól. Nem az, hogy a föld alakja nem fontos, meg a név nem fontos, meg az nem fontos. Dicsekedjetek az ő Kodesh nevében, örvendezzen szívük azoknak, akik Yahuwát keresik. Ez valahogy mindig előkerül ez a keresés. Az fogja megtalálni, aki keresi. Aki Yahuwa elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt kitartóan keresik. Nem mindenkit, hanem aki keresik őt. A Zsidókhoz 11.6-os egyébként. Keressétek Yahuwát, és az ő erősségét. Keressétek az ő orcáját szüntelen. A keressétek az egyébként folyamodni valahová. Látogatni egy helyet. Keres, kutat, kérdezősködik, tudakozódik, érdeklődik. Elohimhez fordul. Kér, követel, könyörög vagy koldul. Fordulj hozzá, járulj elé a problémáiddal, de ahhoz tudnod kell a nevét. Nem mehetsz csak úgy mindig oda, hogy Istenem, meg
A magyarok istene segítsen meg, az egyetlen igaz élő Isten. Persze, hogy ezek mind ő, de ugyanúgy, ahogy a kisgyerek felnő és levetkőzi a régi ruháit, és azok már nem mennek rá, nekünk is folyamatosan fejlődnünk kellene ezen az úton, és amit megtanulunk, az beépíteni abba a járásba, ahogyan haladunk ezen az úton. De legalábbis nem győzködni egymást azokról a téves nézetekről, amelyeket a kereszténység hirdet. Figyeljen és füleljen mindenki most, hogy mi az, amit mond Dávid, vagy Dávid. Ez Jahua, a mi Elohimünk, az egész földön az ő ítéletei, ez Mispát, az ő rendelkezései, az ítélet hozatala, a döntései, a bírósági eljárás során hozott ítélet, ez a Mispát. Magyarul az egész világra vonatkozik az ő torája, erről beszél itt Dávid, szeretné, ha megértenénk, hogy ez mindenkire vonatkozik. Ez a föld, egyébként az egész föld, ez a Haaretz, úgy, mint maga a föld, a világ. Azt mondja, emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, ez a Berit, az ő beszédéről, the bar, úgy, mint a 10 parancsolat, a sínai hegyen kötött szövetség, melyet parancsolt 1000 nemzetségig. Már lejárt az 1000 nemzetség, melyet szerzett Ábrahámmal és az Izsáknak tett esküjéről, már letelt az 1000 nemzetség? Vagy akkor ő hazudik most, vagy valaki nem ért valamit? 1000 nemzetség az még nem járhatott le. De számoljon utána bárki, hogyha annyira szeretne. De aki okos, annak én elárulom, hogy az összes nemzetség, tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség, Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 14 nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Mássiákig 14 nemzetség, ami 42 nemzetség, a Mássiákig 42 nemzetség, és ő 1000-ről beszél. Érdekes az, hogy az anti-Mássiáknak az uralkodása 42 hónap lesz, amelyet szerzett Ábrahámmal 16-os vers és Izsáknak tett esküjéről, melyet állít a Jakobnak végzésül Izraelnek örökké való szövetségül. Hát hogy lehet azt mondani, hogy most már eltörölte az ő népét, és összehozott egy ilyen szeretvedett bandát, aki úgy él, ahogyan a vada. 26-os vers így szól, mert a pogányoknak minden isteneik csak báványok, de Jahua teremtette a Shamaimot, vagy az egeket. Onnan ismerszik meg, hogy ki az, aki a helyes úton jár, hogyha megvizsgáljuk az életmódját, és mindaz, ami összeegyeztethető azzal, amit ebből a könyvből megtudunk, az a helyes út. Ezért mondja azt, hogy szövétnek a parancsolat és a tudomány világosság, az életnek úta pedig a tanító feddések. A Tora az alapja az életünknek, és akkor leszünk Jahua képviselői. Dicsőség és tisztesség van ő előtte, erősség és vigasság az ő helyén. Adjatok Jahuának népeknek nemzetségei, azaz mindenki, nem csak Izrael, népeknek nemzetségei. Adjatok Jahuának dicsőséget és erősséget. Mit mond ezután? Adjatok Jahua nevének dicsőséget, hozzatok ajándékot, jöjjetek elejébe, imádjátok Jahuát a Kodesség ékességébe. Adjatok az ő nevének dicsőséget, ha valaki nem tudja az ő nevét, akkor nem tud dicsőséget adni neki, pont. 34-es vers, tiszteljétek Jahuát, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága, szóval a kegyelem már akkor is létezett. És mondjátok, tarts meg minket, 35-ös vers. Mi szabadító Elohimünk, gyűjts össze minket, szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te Kodes nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dicséretedben. Hogy lehet ezek után azt mondani, hogy a név nem fontos, mikor itt egy fejezeten belül elmondta 6-szor, hogy ennek jelentősége van, és ezt nekünk tudnunk kell, dicsőséget kell nekünk adni, erősséget, ezt nem lehet másképp magyarázni. Legalábbis észszerű módon nem lehet. És most, ha visszatérünk, és megnézzük az új amerikai standard verziónak a fordítási alapelveit, akkor megérthetjük azt, hogy mekkora zűrzavart is okoznak ezek a fordítók azzal, hogy össze-vissza fordítják ezeket a szavakat. Az Isten, az Elohim, és az Úr, az Adonai. De ezen kívül van még egy harmadik verzió is, ez pedig nem más, mint az ő rendes, normális, helyes megnevezése, az ő külön neve, ami a tetragrammaton. Ez az a név, ami külön Elohimhez van csatolva. Ez kiderül egyébként Semot, 3. fejezet 14-es versből, és Jesajáhu 42. fejezet 8-as versből. Hozzátehetnénk, hogy többek közt, hiszen még a másik 6000 hely is segít, hogyha valaki nem biztos ebből a kettőből. Ugye aztán itt olvashatjuk a legendát, hogy a zsidók nem ejtették ki ezt a nevet, mert annyira szent volt számukra,
ahelyett, hogy azt csinálták volna, ami le van írva. Állítólag ugye ők nem ejtették ezt ki, aztán meghozták a saját törvényeket, ugyanúgy, ahogy a keresztények meghozzák azokat most, így le kellett fordítani ezt a szót, és ehelyett az Úr állt az eredetiben, ami ugye Adonai, héberül Lord. Csupa nagybetűvel angolul, mint Lord, vagy csupa nagybetűvel magyarul, mint Úr. Tehát láthatja mindenki, hogy ez nem az, ami oda van írva, ez helyettesítve van Yahuwa neve a tetragrammaton, mikor megmondta, hogy ne adj hozzá, és ne is vegyél el belőle. Gyakorlatilag ez törvényszegés. És egyébként érdekes módon azt mondják utána, hogy az űrzavar elkerülése érdekében, amikor az Úr, illetve a Yahuwa egymás mellett áll, akkor a Yahuwa Istenként van fordítva, az Úr meg Adonai-ként. Tehát mikor az Úr Istent látjuk, az Yahuwa Adonai az eredetiben, csak akkor meg kellett cserélni, és azt mondják, hogy ez az űrzavar elkerülése érdekében van. Arról beszélnek, hogy éveken keresztül ez a tetragrammaton, vagy a Yod-Hé-Vav-Hé, ez Yahweh-ként volt átírva, amit ugye megtárgyaltunk a transliteráció, vagy az átírás témakör során. Azonban ami tény, az az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell kiejteni, hiszen évezeteken át nem ejtette ki senki, de azt tudjuk, hogy nem úgy kell kiejteni, hogy Úr, vagy Isten, vagy Úristen, vagy drága, egyetlen, igaz, mennyei, teremtő, atyánk, vagy apu, vagy ilyenek. Megpróbáltam az egészet még egyszer elmagyarázni, csak azért, hogy még többen megérthessék, de nem fogom ezzel az időt húzni. Akinek esetleg nem esett le, hogy miről van szó, tekerje vissza, és akkor biztos vagyok benne, hogy másodjára, harmadjára, negyedjére meg fog érteni, hogy miért nem használom azokat a pogány eredetű szavakat, mint az Úr, az Isten, a Szent, a Templom, vagy az Egyház. De ebbe a kategóriába tartozik a Jézus Krisztus is. Világgyorsan itt van még egy verzió, amit meg szerettem volna mutatni, ez pedig az úgynevezett ESV. Ez a rövidítése az English Standard Version-nek. Nagy vonalakban annyit erről, hogy gyönyörű maga a könyv, bőrkötésben nagyszerű olvasmány, viszont ők próbáltak ragaszkodni a szó szerinti fordításhoz, angol nyelvű természetesen, ezért elsőre olyan furcsa hangzása van, legalábbis a King James után, vagy mondjuk az új amerikai standard verzió után, de egyébként az arámi peséta is más, azonban ez egy különleges fordítás. Szintén tartalmazza mind a Tanák, mind pedig a Brichadesá könyveit, és egyébként a Crossway kiadónak a könyve. Leírják azt is, hogy mik azok a szövegek, amelyeket felhasználtak ezekhez, és az egyik ezek közül a Biblia Hebraica Stuttgartensia 1997-es 5. változata. A Brit Hadasához, vagy a megújult szövetséghez ők egyébként a görög új testamentumot használták fel, melyet az amerikai Biblia Társaság adott ki 2012-es verzióját, illetve a Novum Testamentum Gracii, mely Nestlé és Elend kiadványa. Azt is megosztják velünk, hogy amennyire csak lehetséges volt, a mazoretikus írásokhoz ragaszkodtak, amikor a Tanákról vagy az Ószövetségről volt szó, azonban, amikor szükség volt rá kivételes esetekben, konzultáltak a holdtengeri tekercsekkel, a Septuagintával, a szamáriai Tórával, vagy ugye a Pentateuchal, az arámi nyelvű Pesítával, illetve a latin nyelvű Vulgátával. Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb jelentését vissza tudják adni a mazoretikus írásoknak, illetve annak, amit a szerző ki akarhatott fejezni. Megtudhatjuk azt is, hogy ez a kiadvány, illetve ez a verzió rendkívül hasznosnak találta azt, hogy óriási mennyiségű kézirat áll rendelkezésünkre, úgyhogy azok, akik arról beszélnek, hogy ezt meghamisították, meg a Biblia már ezerszer át van írva, annak azt javaslom, hogy nézze meg, hogy mennyi kézirat áll rendelkezésre, és mekkora az eltérés azok között. És akkor meg fogja érteni, hogy nem minden úgy van, ahogy ő azt gondolja. De nézzük, mit mondanak Elohim vagy Yahuwa nevéről. Azt mondják, amit úgy tűnik, hogy mindenki tud, csak az a néhány milliárd ember nem, aki még mindig azt hiszi, hogy a kereszténység a helyes út. Isten, az ég és a föld alkotója bemutatta magát Izrael népének, és elárulta nekik az ő személyes, külön nevét. Ez pedig nem más, mint amit a kutatók úgy hívnak, hogy tetragrammaton, azaz Yod, He, Vav, He. Ez természetesen amire utalnak, Semot 3. fejezet 14-es, 15-ös vers. Ezután újra olvashatjuk a legendát, amit az új amerikai standard verzió esetében is már egyszer megtettünk,
hogy a fogságok hatására pogánnyá vált izraeliták hasonlóképpen a mai pogány kereszténységhez mindenféle szavakkal helyettesítette a tetragrammatont, illetve Yahuwah nevét annak érdekében, hogy ne kelljen kiejtenie, hiszen olyan szentnek tartották, hogy nem lehetett kiejteni ezt a nevet. Minden egyes alkalommal, amikor az Úr szót halljuk, akkor az azért van, mert ezek az emberek, amikor tetragrammaton láttak, akkor ott az Adonai szót használták, ami ugye angolul Lord, magyarul pedig Úr. Szóval, mikor valaki azt mondja nekem, hogy miért olvasok mást, mint ami ott van, tulajdonképpen ő az, aki mást olvas, és ez ide van leírva, hogy ezek az emberek mást olvastak, mint ami ott volt, és amit ők olvastak, az az, ami most ott van. Szóval nem én vagyok az, aki mást olvas, én vagyok az, aki megpróbálom helyreállítani azt, amit a pogányság 2500 év alatt lerombolt. Nem úgy értem, hogy én vagyok az, aki helyreállítom, hanem én vagyok egy a sok ezer ember közül, aki próbálkozik, akinek Yahuwah megmutatta, hogy mi az igazság annak érdekében, hogy mindenki megismerhesse az ő nagy nevét, az ő cselekedeteit, és tudjuk úgy járni ezt az utat, és úgy élni, ahogyan ő azt akarja, hogy öröme legyen bennünk. És nem csak egy állandó füst legyünk az orrában. Láthatjuk azt, hogy a korai fordítások, úgy mint a görög, a szíriai és az arámi, utána ezt a gyakorlatot átvette. Itt van egy érdekesség Yahuwah tanúi számára, és megmutatom, hogy miért nem Yahuwah a név. Amikor az Adonai szónak a magánhangzóit összeolvassuk a tetragrammaton mással hangzóival, akkor a Yahuwah szót kapjuk. És a korai biblia verziókban ezt használták a tetragrammaton helyett idézőjelben, vagy így írták át, a transliterációja így keletkezett. Úgyhogy az a szó nem Yahuwah, az egyszerűen csak azért alakult úgy, mert ha az Adonai magánhangzóit összeolvassuk a tetragrammaton mással hangzóival, akkor az azt adja ki, hogy Yahuwah. Hogy növeljék a káoszt, az ESV írói alkalmazzák ugyanazt a gyakorlatot, amit szinte az összes verziónak a szerzői, az pedig az, hogy a tetragrammaton helyett ők a Lord, vagy magyarul az Úr szót használják, és minden betűjét nagybetűvel írják. Innen tudjuk azt, hogy akiről szó van, az nem más, mint Yahuwah, hiszen az eredetiben ott a tetragrammaton állt. Természetesen nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen van úgy, hogy az Adonai, illetve a tetragrammaton egymás mellett áll, és egymás követi, úgy, mint Adonai Yahuwah. Ezt nem lehet úgy írni, nyilván, hogy Úr, Úr, akármilyen abszurd világban is élünk, ezért ekkor az Úr Isten szót láthatjuk, amikor az Úr kisbetűvel az Adonai szót jelenti, míg az Isten tisza nagybetűvel Yahuwah, azaz a tetragrammaton helyett áll. Ezt az űrzavart rábízom mindenkinek az intelligenciájára, hogy megküzdjön ezzel. Ezek után kiderül, ahogyan az előbb is kiderült, hogy Elohim általánosabb megnevezése a Tanákban, vagy az Ótestamentumban, a Héberben Elohim. Ezen kívül az El, vagy az Eloah szót is használják. Ezeket természetesen magyarul úgy fordították le, hogy Isten. De minek is fordítanánk le, hogyha ez szintén Yahuwahra vonatkozik? Mikor tudjuk, hogy El, vagy Elohim áll ott? Ezután belemennek ők is abba a filozófiába, hogy az egyetlen igaz Isten az Ótestamentumban, így egyszerűen felismerhető, hogy ezt a káoszt ők létrehozták és átirogatták a neveket meg a megnevezéseket össze-vissza mindenre, amire csak gondolták. És azt mondják nekünk, hogy így az általános, illetve a személyes neve Elohimnek, Yahuwahnak sokkal egyszerűbben felfedezhető az írásokban. Azt nem tudom, hogy ez hogy jött ki nekik, de az minden esetre ők ezt gondolják, hiszen ezt írták ide, ugyanúgy, ahogy a NASZ fordítói is, és meggyőződésem, hogy az összes magyar kiadványnak a fordítói ezt gondolják, hogy így egyszerűbb nekünk. Még bónuszként hagyd mutassak még valamit, az pedig az, hogy a Brit Hadasában, vagy a megújult szövetségben a görög Krisztos kifejezés, az ugye a magyar Krisztusnak a megfelelője. Eredetileg ez a szó felkentet jelent, ami egyébként nem más, mint Mashiach a héberben. Az a megváltó, akit ezek az emberek vártak. Az nem egy Krisztus volt, vagy Krisztus, meg Jézus. Minek használnánk azt a szót, mikor tisztában vagyunk vele, hogy mi volt a neve, és mi volt a megnevezése vagy a címe. A neve Yahusha volt, a megnevezése pedig Hamashiach, a funkció, amit betölt, úgy, mint felkent. De mielőtt még túl sok lenne valakinek, nézzük meg a Hallelujah Scriptures, ugye ez a Hallelujah Sefer, vagy írások, ez egy egész különös verzió,
Ez is angol nyelvű, és nagyjából így néz ki. Ingyenes, úgyhogy csak kapcsolatba kell lépni a megfelelő kiadókkal, azt hiszem, vagy weboldalakkal, és ingyen küldenek az embernek ebből példányokat. Annyi, hogy angolul tudni kell persze, hogyha valaki el is akarja olvasni. Ezen könyv bevezetőjében megtudhatjuk azt, hogy a teremtő neve, ami ugye Yahuwah a tetragrammaton, ez szerepel a hold tengeri tekercsekben úgy, mint Jod, He, Vav, He. Sőt, láthatjuk azt is, hogy bár a holdtengeri tekercsek szerzői jó részt áttértek az új Héber, a modernebb Héber karakterekre, a teremtő Yahuwah nevét azonban mégis a paleo betűk segítségével írták le. Leírják számunkra azt is, hogy Yahusha, a másiáknak a neve azt jelenti, hogy Já megment, vagy Já a szabadulás. Ez pedig Jod, He, Vav, Shin, Ayin a Héberben. Úgy, mint Yahoshua, Yahusha, Yeshua, Yeshua, kinek melyik szimpatikus. Ebben a könyvben pedig az a nagyszerű, hogy ezeket a paleo héber karaktereket láthatjuk mindenhol, ahol Yahusha, Hamásiák neve előfordul, illetve ahol az eredeti szövegben a tetragrammaton áll. És mindenki úgy ejti ki azt, ahogyan szeretné. Gondoltam, megmutatom villámgyorsan, hogy hogyan is néz ki ez a Brihadasából, vagy az új szövetségből, ez Thessalonikim. Természetesen ez Saul levele a Thessalonika beliekhez, ahol megtalálhatjuk mind Yahuwah nevét, úgy mint az atya Yahuwah, illetve Yahusha Hamásiák nevét a paleo-héber karakterekkel. Számos más szót is egyébként megváltoztattak, ami nagyon nagyszerű, úgy mint ugye jó hírt írnak, az evangélium helyett, vagy Mishkan, a trón helyett, de például az angol glory szó, ami magyarul dicsőséget jelent, és egyébként egy görög istenségnek a nevéből származik, az esteemet használják, és így elkerülhetjük azt, hogy mindenféle pogány kifejezéseket használjunk ott, ahol nem muszáj. Szentek helyett kadashim, és természetesen a lélek vagy szellem helyett ruach, többek közt. Tartsa mindenki szem előtt, hogy ezeknek a videóknak az a célja, hogy közelebb kerüljünk Yahuwahhoz, a Teremtőhöz, az ő útjához, és az életünket úgy igazítsuk, ahogyan ő azt szeretné, ne pedig úgy, ahogyan mi azt gondoljuk, vagy ahogy nekünk azt tanítja. Ez olykor fájdalmas, én biztos vagyok benne, de ez nem az én hibám, az igazság az csak egyszerűen ilyen. Aki valóban meg akarja találni Yahuwahot, az meg fogja találni, és le fogja küzdeni ezeket a kellemetlenségeket, hiszen vonzani fogja magához az igazság. És ha már az igazságnál tartunk, nézzük meg, hogy mi az, amit Yahuwah mond saját magáról. Minden ember bolondá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban ruach. Hiába valók azok, nevetségre való munka elvesznek az ő megfenyítetésük idején, nem ilyen a Jakob része, mint ezek, mert a mindenség alkotója ő, Hiszrael az ő örökségének pálcája, Yahuwah Tsebao az ő neve. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!